Szeretettel köszöntelek titeket. Van, akit ismerek, a többséget nem. És akit ismerek, azokat külön köszönettel, külön köszöntöm. Szeretném megkérdezni tőletek, mert a jó páran nem Biatorbágyon éltek, ugye? Jól sejtem, hogy tudjátok-e, mi az a viadukt? Láttátok-e már egyáltalán? Itt van a városban, itt segítek. Ki az, aki látta, tegye fel a kezét. Ó, ezt majd mindjárt megbeszéljük. Tehát ki látta a viaduktot, tegye fel a kezét, legyen szíves. Ó, jól van. Szuper. A másik kérdésem az lett volna, hogy tudjátok-e, hogy mi történt vele, de hát már majdnem lelőtted a poén, de majd ezt végigvesszük, hogy tényleg felrobbant-e vagy sem. A másik pedig, hogy voltatok-e már rajta? Voltatok-e már alatta? Vagy rajta is voltatok? Vonat megy rá, de ki szerint megy rajta még át vonat most? Nem megy át rajta vonat, nem állj át. Jó. De jó lenne, hogyha benne. No, tehát kicsit messzebbről kezdeném. Erről a hídról fogunk beszélni, és a híd körül regényes történetek vannak. Nagyon érdekes dolgok történtek vele az elmúlt 140 évben körülbelül. És egy kicsit messzebbről szeretném kezdeni. Ahol most vagyunk, ugye ezt úgy hívják, hogy Biatorbágy. És ez a település, mint látjátok, attól a végéig egyben van. Hogy nézett ki 150 évvel ezelőtt? Itt van az egyik fele, és ott van a másik fele. Ez Bia, az pedig Kleinturvár, németek értek itt, azaz Kistorbágy, Torbágy, község. Tehát, és van köztük egy piros vonal, és ez a piros vonal, ez az úgynevezett Mészárosok útja. Azért nevezték Mészárosok útjának, mert itt hajtották Bécsig a marhákat, az ottani vágóhidakra, a hajduk, akik a marhákat hajtották. Tehát 150-160 éve így nézett ki a két település, ez a piros vonal kötött össze minket. Ez a piros vonal, ez egészen Bécsig ment. Lépünk egyet, itt is ez látható, itt jobban körül van határolva, hogy a két település a határa meddig terjedt, és ugye itt működik, vagy itt van a Mészárosok útja, a marhahajcsároknak a helye. És hogyha tovább megyünk, mondjuk már 1920 környékére, akkor megjelenik egy új elem a térképen, nem tudom mennyire lehet észrevenni, közlekedéssel kapcsolatos szintén. Vonat. Itt van a fekete vonal, a Budapest, Újszőny, Bécs, Budapest-Kelenföld, Újszőny-Bécs vasútvonal megjelenését látjuk ezen a térképen. Itt látható, ez a VA, ez egy vasútállomás, amelyik Torbágytól egész külön van, lehet látni majdnem, hogy a pusztaságban. Tudja-e valaki, hogy a vasútállomás helyén ma mi van? Faluház, így van. Voltatok abban is már? Jártatok ott? Is. És hogyha tovább lépünk, 1955-ben járunk most már, nagy változás történik. Mi történik a két településsel? Összeépülnek. Ugye itt látható ez a két vonal, ez a Petőfi és a Bethlen Gábor utcáknak a megjelenése. És ez az összeépülést vajon mi segítette leginkább? Mitől épültek fölfelé mondjuk Bián az utcák? Van-e valami tippetek? Mi? A vasútállomás. A vonat megjelenése, a vasútvonal megjelenése azt váltotta ki, hogy a két település elkezdett egymáshoz közeledni, és az 50-es évekre találkoztak egymással. És hogyha még tovább lépünk, akkor itt vagyunk a mában, illetve már a jövőben is, mert itt még nincsen lakóterület jelen pillanatban, csak már a gondos tervező, aki itt ül közöttünk, Horváth Imre, már begrajzolta. Tudja valaki ezen a térképen, hol van a BIT? Balra? Erre? Erre? Erre fölfelé? Szerintem a zöld alatt van, nem? Akkor... Ja, itt van. Oké. Jó, tehát a BIT az ott van fent. És hogyha tovább lépünk, Imrének köszönhetjük ezt a határvonalat is, ami Biát és Torbágyot választotta el egymástól. A BIT Bián van, vagy Torbágyon? Pedig azt gondolná, és a falubeliek vagy a városbeliek is ezt gondolják, hogy ez a rész már Torbágy, és kevesen tudják azt, hogy a határ régen itt húzódott, és a java része, kvázi a településnek Biához tartozott,
és így a bit is éppen, hogy beleesik a biai részbe. Na és ezen a térképen látjátok-e a viaduktot? Viszonylag egyszerű hídábrázolás, és ez a patakvölgy, aminek a két oldalát összeköti egymással a viadukt. Most a hídnak az építéséről szeretnék mutatni képeket. Kettő völgyhidunk van, biztos, aki járt rajta, látta, hogy mind a kettőn lehet járni? Egyik nehezebb. Egyik nehezebb. Ez jó megállapítás, lehetőleg senki ne mászkáljon a másikon. Bár amikor én fiatal voltam, egyiken se lehetett mászkálni, és mégis mászkáltam rajta, úgyhogy megértelek, de ne, hogyha egy mód van rá. Tehát itt ez a kép azt ábrázolja, hogy 1883. júniusában elkezdték építeni az egyik völgyhidat, nem a kettőt, csak az egyiket, és azt, ami felénk van, tehát a gimnázium felé van, és közel egy esztendő alatt fel is építették, ami azért akkoriban elég nagy teljesítmény volt. Ez a rajz azt mutatja, hogy itt bizony a patak miatt egy mocsaras terület volt, legalábbis vizenyős, és ahhoz, hogy megépítsék ezt a hidat, közel 700 darab, 12 méter hosszú cölöpöt kellett beleverni a földbe, hogy ezek a pillérek, amire épül a híd, ezeket megtartsa valami a mocsaras talajban. Azt szeretném, ha megtippelnétek, 22 méter magas ez a híd, megtippelnétek, hogy hány ember, meg kell egymás tetejére állnia, hogy elérje a tetejét. Valami tipp? 10, igen, más? 15, jó, 10, 15, van még? 18, 13. Megszámolhatjuk, de segítek, 12 van ott, úgyhogy a 13 járt a legközelebb a megoldáshoz. Ennyinek kell a fejére állni, hogy elérjük. Tovább lépünk. Lehet látni, hogy ez az építéskori kép, de itt még csak egy híd van, és mészkő pilléreket lehet látni, ami nyugszik a lábazat és a középső pillér. Van-e valakinek tippje vagy tudása arról, hogy ennek a fehérháznak a helyén most mi van? Aha, teli találat. A fitness. Más is kipróbálta már? Gondolom jártál ott. Nem még? Nem reklámozom, de azon ott igen. Igen. Jó, az történt, hogy 1884 tavaszán ezek a lábazatok hiába cölöpöztek, megsüllyedtek. Ezért itt még látjátok azt, hogy ezen a boltív alatt még át tud menni egy szekér, de később ez megváltozik. Ugye itt már nehezen tudna átmenni bármilyen szekér. Ezt a földtöltést meg kellett csinálni ahhoz, hogy a megcsúszott lábazatot megállítsák, és hogy stabil legyen a viadukt. Tehát így látható elkészült formájában. Esetleg valaki tud-e mondani olyan részt a viadukton, ami erről hiányzik? Ha megnézitek a vasszerkezetet, az egy parabola, így van, az később került rá 1940 körül, megerősítsék a akkor már gyorsabban járó vonatok miatt a hidat. Teljesen jól látod. Itt látható az építés, hogy egy mekkora állványzat tömeget kellett fölépíteni ahhoz, hogy a vasszerkezetet is megépítsék. Ezzel kapcsolatos egy történet, Bián lakott egy Pólauer Károly nevű Bognár Kádár, aki itt dolgozott, és hát lezuhant az állványzatokon keresztül. Össze is törte magát elég alaposan, de felépülése alkalmából állítatott egy keresztet a biai falu végén, hálából, és azt a mai napig tudjuk, hogy annak a keresztnek ez a története, hogy ez a szerencsétlen biai polgártársunk itt balesetet szenvedett. Itt is látható az építés, hogy így a vasszerkezetet folyamatosan építik a legfelső szinten, és hogy mekkora állványzat tartozott hozzá. Itt már a két hidat látjátok, megjelenik a második. 1884 után 1898-99-ben készült el a második völgyhíd, amire most nem lehet fölmenni, vagy nem ajánlatos. És tulajdonképpen, és ez is megfelelő cölöpözéssel készülhetett csak el, és ez az a völgyhíd pár, mivel hogy a vasútvonal is kétvágányúvá vált, ezért föl kellett húzni a másik felét is, ez az, ami tulajdonképpen már a mai formára hasonlít.
tehát itt is elindult a közlekedés. De lépjünk tovább. Bocsánat, még nem. Ez is egy látványkép a elkészült két völgyhídról, csak a túloldalról. Ez szintén régi képeslapokból. Látjátok, hogy itt ezt nem tudjuk elolvasni, de még biárók küldtek üdvözletet. Na, itt a faluház, vagy a Juhász Ferenc Művelődési Központ. Eredetileg pedig 1883-ban vasútállomásként épült, akkori típustervek alapján. Meg tudja-e tippelni valaki az alaprajzból, hogy az a földszint, hogy az előcsarnok helyén mi van most? Hangosabban? Ja, hallottam egy jó választ. Mondjad, Léci, mondjad. Én a Chaplint hallottam. Ez a Chaplin, igen. Tehát ott van a Chaplin. Ez jó válasz volt, de köszönöm. Jó, tehát ez van az előcsarnok helyén, egy másodosztályú felvételi épület volt ez. Azt szeretném kérni, itt látható a korabeli fénykép magáról Torbágy vasútállomásáról, bár biakötője Torbágyként is sokszor szerepelt. Akkor még ugye külön volt a két település. Itt látható hátul egy raktárépület, aminek még szerepe lesz. Van-e tippetek, hogy most hol lehet a földnek a szintje? Imre, te talán még jobban is tudod, mert én nem néztem meg most így kifelé jövet. Ugye most ezen a képen a válláig ér a lappárkányzat. Igen. A mostani térdig ér. Tehát annyit föltöltődött, durván egy méter. Tehát faluházként egy méter építettünk még köré, meg építettek az elődeink, hogy feltöltötték ezt az épületet. Itt, ugyanitt látható a sinek felől. És ezt be tudjátok-e azonosítani, hogy mi van most a sinek helyén? Most megfordultunk, a túloldalát nézzük az épületnek. Mi van itt a vasútállomás mellett, meg mi van a sinek helyén? Kert, olyasmi, igen. Helyiek. Egy udvar. Tehát magának a faluháznak az udvara, és van itt egy hatalmas nagy többfunkciós terem is még. Na, egy nevezetes eseményre lépjünk át, ami itt történt a vasútállomás mellett. Itt IV. Károlyt látjátok, Magyarország utolsó királyát, Habsburg IV. Károlyt, és Zita királynét a háta mögött a csokorvirággal. Ő arról nevezetes többek között, hogy az első világháború után kétszer próbálta visszaszerezni Magyarország királyi trónját, kétszer futott neki, akkor az első világháború után ugye a monarchia felbomlott, a királyság kvázi megszűnt, jogilag nem, és ő megpróbált visszaülni úgymond a magyar királyi székbe. 1921. októberét írjuk, itt a második akciónak az elejét látjuk, az elejek körül vagyunk, minden egyes vasútállomáson ünnepség fogadta a királyt, itt éppen Győrben fogadja azokat, akik köszöntik. Ennek az útnak a végállomása nem volt más, mint a Torbágyi vasútállomás. Itt látható IV. Károly és Zita királyné a Torbágyi vasútállomáson fogadja Torbágy község előjárójának az üdvözletét és még a rengeteg helybéli lakost. Egyszer beszéltem egy bácsival, mondta nekem, hogy ő is jelen volt. Ez már nem most volt, amikor beszéltem vele. És azóta mondták neki, hogy annyit kell csak tenni, hogy kiabálni, hogy éljen a király, és ennyi volt a feladatuk összesen. Körülbelül azért sejteni lehet. Tehát itt fogadja, és a Torbágyi vasútállomáson időző királyi pár mellett volt egy budaörsi csata, ahol fegyveresen próbált a királyhoz hű fegyveres alakulat megküzdeni az akkori kormányzó Horthy Miklós csapatával. Ez a kis küzdelem kb. Egy napig tartott, csúfos vereséggel végződött, különösebben halálos áldozatai sem voltak, de ez a úgymond királypucsként vonult be a magyar történelembe ez az egész. És most megint Torbágy vasútállomáson vagyunk, és itt az történik, hogy a király szabadtéri szentmisén vesz részt. Megismeritek-e valahol a királyt és a feleséget? Együtt állnak az előző képek alapján. Igen? Jobb oldalt. Ott állnak ugye itt az oszlop mellett, itt a IV. Károly Zita királyné. Itt pedig az Dávid nevezetű páter, aki tábori pap volt, és emellett pedig Tornyai Ferenc, katolikus plébános tartják a szabadtéri szentmisét. Az oltárfeszület a mai napig is megvan, ami itt szerepelt, és a Torbágyi templom
kincsei között lelhető fel. Itt szintén a Szentmisét látjuk, a királyi pára mi történt, hol vannak? Nem, nem állnak. Ezzel sokat segítettem. A sínen térdepelnek. Valószínűleg szent áldozás előtt egyébként. Itt szintén ők láthatók, mások is térdepelnek, és van mögöttük, igen, és itt pedig látható az érdeklődők, meg a katonáknak a csoportjai. Szeretném mutatni ezt a raktárépületet, annak a helyén most, van-e valakinek tippje, hogy mi lehet? Már egy kicsit odébb, hátrébb, tehát a vasútállomás, volt vasútállomástól még odébb. Egy tér. Igen, ott van a főtér, ez az épület már nem áll, ahogy a sínek sincsenek ott. Azt szeretném még kérdezni tőletek, hogyha megnézzük ezt a későbbi képet ugyanerről a raktárépületről, meg ezt a képet, akkor milyen különbség fedezhető fel, ami szembetűnő az épületen? Igen, de magát az épületnek a kialakítását nézzétek. Ja, bocsánat, ez... Más a tető, szuper, más a tető, igen. Azért más a tető, mert nem sokkal ezután, az esemény után, 21-es eseményről beszélünk, 3 évvel később egy hatalmas tornádó keletkezett Bián, ami Magyarországon azóta se volt, és előtte sem nagyon írtak, jegyeztek fel ilyet a krónikák, és ez a hatalmas tornádó elpusztította az összes háznak a tetejét, békaesőt zúdított a településre, és itt tovább a Halastóból, és ennek a raktárépületnek is azért kellett kicserélni a tetejét, mert a másikat elvitte a szélvész. Jó. Térjünk át egy másik nevezetes eseményre, amit már ő említett, és azt mondta, hogy felrobbantották a hidat. Mások szerint, ja, még nem kérdezem meg, hanem inkább a történetet szeretném elmesélni. 1931. szeptember 13-án vagyunk, a híd melletti Torbágy község éppen búcsúra készült vasárnap, szombatról vasárnapra való éjjel van, 0 óra 15 perc, éjfél után 4 órával vagyunk. Ster doktor, a torbágyi orvos, házi orvos, most nevezzük, éppen lefekvésre készül, mondjuk nem tudom miért volt fönn 0 óra 15 perckor, de ez az ő dolga. Tehát lefekvésre készül, amikor egy hatalmas villámcsapásszerű fény észlel a lakásában, utána pedig zúgó és üvöltő hangokat, és egy hatalmas robbanássorozat következik. Fogja a táskáját, mert mindjárt gyanút fog, hogy ez csak a vasút felől jöhetett, elrohan a helyszínre, és ugyan nem ezt látja, mert éjszaka volt, de a legtöbb torbágyi akkor már fáklyával érkezett és mécsesekkel, de a másnap délelőttöt ez a látvány írja le, amikor már kín vannak a hatóságok, kín vannak az újságírók, ki vannak a kutatók, akik keresik az áldozatokat. Mi is történt itt tulajdonképpen? Az történt, hogy a 10-es számú bécsi gyorsvonat első 6 kocsija lezuhant a hídról, és leesett, itt látható a Füzespatak, ez a jelenlegi útnak is a hídja, tehát leesett a patakvölgybe, leesett az útra, és tömegszerencsétlenség történt. Ennek a mozdonynak a vezetője, Morvai Alajos főmozdonyvezető, még az utolsó pillanatban is a fékező szelepet fogta így a kezével, amikor meghalt a holttestérnél, úgy kellett a kezét lefejteni erről a fékező szelepről, mert még az utolsó pillanatban is próbálta megmenteni ezt a vonatot. Itt is láthatók a mentésnek a képei, már itt van a falu népe, ugye, kíváncsiskodok ott az újságírók, ez Bia felől gyülekeznek azok az autók. Itt is ez látható. És a reggeli mentésben feltűnt egy érdekes figura, aki olyan vasúti, amikor kérdezték tőle, hogy hol utazott, akkor egy olyan vasúti kocsira hivatkozott, amelynek mindegyik tagja meghalt. Egy sem maradt élve. Aztán megkérdezték, hogy milyen jegyet tud felmutatni, és egy régi lejárt jegyet mutatott, tehát nem erre a bécsi gyorsra szólót. És az arcán 3 párhuzamos seb volt látható. Mások azt is mondják, hogy az ingéből is egy szabályos darab ki volt szakítva. Hencegett, sokat beszélt. Állandóan megpróbálta magára felhívni a figyelmet. Szitta a terroristát, aki ezt elkövethette, és így tovább, és így tovább. És volt egy Torbágynak egy postás mestere, Márkus
talán Miklós, Miksa, köszönöm, aki meghívta magához a lakásába ezt a illetőt, és kuglófot és kalácsot kapott aznap, kuglófot és kakaót kapott aznap reggelire, majd utána elhagyta a helyszínt, egy darabig még ücsörgött a viadukt kocsmának az udvarán, és egy bécsi vonattal elutazott. Majd még visszatérünk rá. Ki tudja, hogy miért esett a mélybe a vonat? Volt egy ilyen, hogy felrobbant a híd. Eltérült? Hát valamiért eltérült, igen. Valamiért eltérült. Ki szerint robbantották föl a hidat? Magát a hidat? Tegye föl a kezét, aki szerint felrobbantották a hidat. Bátortanok a kezek eléggé. Jó. Ez még mindig a merénylet mentésének a képe. Itt a megfejtés. Ez egy, nem biztos, hogy az eredeti, lehet, hogy csak később rakták ki szemléltetésképpen, de ez egy ekrazit nevű bomba, amelyik két vágány közé lett befektetve, oda rögzítették az egyik sínre, és amikor felrobbant, egy 7 méteres szakaszt kirobbantott a sínből. 7,1 méteres szakaszt. Tehát nem a híd robbant föl, a hídnak semmi baja nem lett, hanem eltérült, ahogy mondod, a vonat. Tehát a sínt robbantották ki alóla, mégpedig a harmadik kocsi alatt robbant ez fel, és ugye elkezdett fékezni, de az első 6 kocsi emiatt kisiklott a mozdonnyal együtt, és lezuhant a mélybe. Így. Tehát ott van fönt a megmenekült kocsi, ami még fennmaradt, mert maradt is fent több darab, és itt vannak azok a kocsik, amik már leestek. Ott történt fent a robbantás. Ez a kép is jól mutatja, hogy roncsolódott meg a sín. Ez egy BIA felül érkező mentőegység. És ezen a képen pedig az elhunytak láthatók, hiszen 22-en meghaltak, és közel 50-en megsérültek ebben az eseményben, ebben a robbantásban. A halottakat pedig később a budapesti vérmezőn felravatolozták, és egy hatalmas esemény lett belőle, ugye hát mindenki kiemelten tárgyalta. Azt még tudnotok kell, hogy a bécsi gyors előtt volt egy tehervonat. A bécsi gyors 23:30-kor indult a keletiből, és még volt előtte egy tehervonat. És ezt a tehervonatot Budaörsön előzetesen nem tervezett módon félreállították, hogy hagyj menjen a gyors. Tehát kinek készült a ekrazit vélhetően, hogyha valaki ismerte a menetrendet? A tehervonatnak készült az ekrazit, tehát nem a 22 áldozatnak, viszont a sors úgy rendelkezett, hogy a bécsi gyors ment előre, így alakultak az események, és ezért lett sok áldozat ennek a merényletnek. Most beszéljünk arról az alakról, aki furcsán viselkedett. Térjünk vissza a tetthelyén viselkedő alakra. Egyébként ő még azt is megtette, hogy a cekrazított őrzőkhöz fölment, és mondta nekik, hogy ne piszkálják, meg könnyen fölrobbanhat. Még figyelmeztette is őket. Ezen a képen éppen a vallomását mondja el a jelenlévő rendőröknek, vagy tiszteknek, valató tiszteknek, nem tudom pontosan a beosztásukat, akinek X van a vállán, az az illető, akiről beszélek, ő beszél itt. Ő, ahogy te is említetted, Matuska Szilveszter, az ő neve. A gyanús viselkedése miatt egy darabig nem nyomoztak utána, nem foglalkoztak vele, de később a gyanús viselkedése miatt csak elővették az ügyét, és erről még később beszélek, először még szeretném bemutatni az illetőt. Itt látható Matuska Szilveszter fiatalemberként. Ide is járhatna, nem? Teljesen úgy néz ki, akár jöhetne ide is közétek. Azt hiszem 9 éves, csantavérem, bár lehet, hogy kicsit idősebb, mindegy, fiatalember, csantavérem, azaz a most már Szerbiához tartozó magyar lakta területeken, a Vajdaságban született, 1900 körül ábrázolja ez a kép. Az édesapja papucsos mester, ő tanító lesz belőle, és a háborúból visszatérve szintén tanítónak áll, és kereskedő is egyúttal. 1919-ben megnősül, elveszi a helybéli orvosnak a lányát, Dér Ilonát, és ott van Gabriela nevű gyermekük, az orvos leánya, és még azt is lehet tudni róla, hogy egy Betlehemet is állított a helyi katolikus templomban, mint vallásos, mélyen vallásos ember,
és ezt a Betlehem még a mai napig is látható azon a településen. Pillanat. Igen. Majd amikor Szerbia része lesz ez a rész, ez a terület, akkor Magyarországra költözik, földbirtokos lesz, Budapesten és Bécsen vállalkozik, és különféle találmányokat talál ki. Rengeteg találmányi beadványa van. Az egyik közülük nem csinál más, mint hogy előre jelzi a mozdonyvezetőnek, hogy bomba van a sineken. Nem vették komolyan ezt a találmányát, az a érzésem. Térjünk vissza a nyomozáshoz. Amikor Szilveszter után nyomoztak és elővették az ő ügyét, akkor elég gyorsan kiderült, hogy 1930 szilveszterén, tehát az ő névnapján, Ansbachban, ez Ausztriában, mai Ausztriában található, már kilazított különféle síncsavarokat, tehát már próbálkozott. Majd 31. január 29-én, egy hónappal később, egy vágányon keresztbe tett síndarabot, ugyanott, és ez már a mozdony kisiklatta. Majd augusztus 8-án Jüteborgban tűnik föl Németországban, ahol 3 kg ekrazittal robbant, és annak már 108 sérültje van, halálos áldozat nincs. Majd ugye augusztus 8 után jön szeptember 13, és itt van Bián, és itt követi el a következő merényletét. Itt látható, hogy letartozik egy későbbi kép, amikor már le van tartóztatva, és egy tárgyalásra Magyarországra hozzák be, lehet, hogy ez a végleges Magyarországra hozatal, azt nem tudom. Itt látható, hogy száll le a vonatról a rendőrök gyűrűjében, már elfogva. Tehát látható az, hogy a tárgyaláson rendkívül zavartan viselkedik, amikor bírósági tárgyalásig jut az ügy. Nem tudom, hogy el lehet ezt olvasni, ez az S című labból, a korabeli labból van. Ilyen volt a sátán, így röhögött, kérem, mondja a bíróságnak. Ilyen szarvai voltak, és ekkora szakála, lólába? Nem, azt nem láttam. Ezeket. Tehát úgy viselkedik, mint egy őrült, és egy bizonyos Leóra hivatkozik, akitől sugallatot kapott arra, hogy ezeket a tetteket elkövesse. Azt gondolom, és azt gondolják ma is talán, hogy nem volt bolond, hanem inkább azt szerette volna, hogy milliók beszéljenek róla. Azt gondolom, hogy ez sikerült, mert ma is róla beszélünk, tehát amit szeretett volna, azt elérte. És hát nem tudom, mennyire látjátok, de kettős életet élt. Ugye volt egyszer otthon, Betlehem, házasság, és volt a másik fele, aki vonatokat küldött le a sínről, és merényleteket követett el. Később bekerült a Váci fegyházba életfogytiglani büntetésre, és neki állt festeni. Itt látható a Váci fegyház, amit saját maga festett le, vagy itt látható a Cica mama a gyermekeivel, ez nem teljesen egy terroristának a lélekrajzát tükrözi, ugye? Tehát látható, hogy mennyire kettős figura volt. És ezek mellett még filmforgatókönyveket is írt a bécsi, mert Bécsben is volt egy darabig fegyházba. Szerintetek a filmforgatókönyveknek mi volt a közös jelenete? Mindegyik filmforgatókönyvben benne volt. Igen, fölrobbantak benne a vonatok általában. Ezeket ő úgy nevezte, hogy tonfilmek, ami annak idén a hangos filmeket jelentette, ugye azért még a néma filmek korát éljük, néma filmek is jelen voltak. És végezetül azt szeretném elmondani, hogy mikor bejöttek a szovjet csapatok, akkor ő azt mondta nekik, hogy ő a Bászi börtönnek az igazgatója, amit el is hittek neki, meg is szabadult a börtönből, bement a Váci gyógyszertárba, ahol találkozott a helyi püspökkel, és mondta neki, hogy én vagyok Matuska Szilveszter, a Biatorvágyi rém. Kedvesen bemutatkozott, majd elment Csantavére a szülőfalujába, ahol a helyi történetek szerint szónokolt valami asztalnak a tetején, aminek hatására a szerb partizánok elvitték, és úgy tűnik, hogy az ő áldozatukká vált. Akkoriban elég sok magyart megöltek, Matuska Szilveszter is ott lehette a halálát a szülőfalujában. Bár rengeteg történet keringett akkor róla, látni vélték dél-koreai, vagy a koreai háborúban, és itt tovább, mindenki mindenféle legendákat szőtt erről az emberről. Lépjünk tovább egy másik hősi történetre, nem egy terroristájéra. 1942-t írunk, ezek katonai teherautók, dúl a II. Világháború, jönnek fölfelé a viadukt alatt. Ekkor a hidat már Matuska Szilveszter óta hídőrség védi, hogy elkerülhető legyenek a további merényletek, és ennek a hídőrségnek a parancsnoka ebben az évben, 42-től kezdve egy Wiesner Lajos nevű ember, egy kalpaszományos őrmester, akit megbíznak a hídőrség vezetésével. Nem itteni lakos, ide költözik. 44 karácsonyát írjuk,
és 44 karácsonyán egyek felől jöttek az oroszok, és kerítették körbe a várost, mint több felől is, de itt Bia felől is ez volt a cél. És december 23-án megjelent Vizna Lajos előtt egy kétértű jármű négy német katonával, és azt a parancsot adták neki, hogy a korábban már gyutacsokkal jócskán ellátott viaduktot robbantsa fel. Nagyon egyszerű, ezen megy a Győr, Budapesti, Bécsi vasútvonal. Ha ezt felrobbantják, ha ez nem működik, akkor ugye ez egy nagyon jelentős kárt okoz, akár a csapatok mozgatásában is. Majd a németek elmentek. 24-én karácsony reggel végre kellett hajtani ezt a döntést, és ahogy leírják, a családtagok otthon arra már 23-án este, 22 órakor egy robbanást lehetett hallani, és mindenki azt gondolta, hogy felrobbant a viaduk. Szerintetek? Mert hogy ma is állnak, ugye? Tehát, és nem építették újjá őket. Vizna Lajos azt a trükköt alkalmazta, hogy mivel a németek elmentek, és kb. Budaörsön tartottak, az alatta lévő országúti hidat robbantotta fel, hogy a robbanás zaja megnyugtató legyen a németek számára, ugyanakkor megtagadta a parancs végrehajtását, ő és az emberei. Most itt látható Vizna Lajos kisebbik fia, Vizna Sándor, és Tarján István polgármester. Tavaly alvattunk egy emléktáblát a hídnak az oldalában, ahol ezt a hősi történetet leírjuk, hogy annak idején ennek az őrmesternek vagy honvéd parancsnoknak köszönhetően megmaradt a hídunk, és nem robbantották föl. Tehát már másodszor akarták fölrobbantani, Matuska szilveszter után. És ez az emléktáblának a szövege. Még egy apróság. 1982-ben kitalálták, hogy filmet forgatnak immáron másodszor Matuska szilveszterről és az ő történetéről. 59-ben volt a Merénylet című film, Várkonyi Zoltán rendezésében. 82-ben pedig azt találták ki, hogy nem műtermi körülmények között, vagy makettasztalon megcsinálják meg a merényletet, hanem igaziból. Úgyhogy én arra emlékszem, hogy azon az éjszakán arra ébredtem egy hatalmas robbanásom, is terdoktor kb., csak én már aludtam. És kb. 400-an voltak kint a faluból statisztának, akkor még falu volt, Biatorbágy, és igazából és megrendezték ezt a jelenetet, látható, hogy kisiklik a vonat és a mélybe zuhan, ez az egyik kocsinak a mélybe zuhanását látjuk egy felvételen. És végezetül ez van ma, hogyha erre jártok, hogyha végigmentek rajta, jelenleg még csak ezen a hídon, és reméljük, hogy a jövőben majd mehettek a másikon is, amikor az újra járható lesz, és talán még egy kis vonat is mehet rajta, vagy valami hasonló kötött pályás közlekedési lehetőség, akkor gondoljatok ezekre a történetekre, amit a híddal kapcsolatban elmeséltem nektek. És végezetül lenne egy 5 perces diaporáma, amit Horváth Imre képeiből állítottunk össze, amit megnézem, hogy le tudok-e játszani nektek.
Mi készítettünk tavaly egy könyvet is Imrével közösen, amiben tanulmányok vannak erről, ezt mindenkinek ajánlom a figyelmébe, egy példányt tudok is adni összesen. Hát köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy itt voltatok.